van egy kis időm tévézni itt a nap végén. Apa, elköltöttem az összes pénzünk Robuxra. Micsoda? A kosártok valamit kezdeni kell magam, hiszen nincs egy forint megtakarításom se. 8-7 szobafogság, ez most már biztos. Valamit itt a Robloxon belül csinálom kell, hogy el tudjam tartani a családomat. Hoppáska, itt találtam egy pénzszálcát. Jó, jó, ezt fölveszünk. Vissza kéne adni a rendőrségnek, de most gondban vagyok, inkább ellopom. Ó, jaj, ne! Ez csak egy kísérlet volt, Mr. Beast adott volna nekem rengeteg pénz, hogyha visszaadom. Kihallgatnak egyből, és ennyi volt, srácok, ezt bebuktam. Itt van kint egy foci kapu, szóval valahogy kéne szereznem egy labdát, és profi focista leszek, azaz sok pénzt tudok szerezni. Nagyon örülök, hogy megvan még a gyereknek itt a foci labda, amit vettem a szüli napjára, bejövünk a szobába, itt is van, let's go! Akkor mégis megcsom a világkör, tekázok mindent is. Ó, na végre, nagy nehezen ki tudtam hozni a házamból és a szobából, ott van a foci kapu, szóval valahogy vigyük be, ne az erdőbe, labda, ne az erdőbe. Ez a világ legnagyobb helyzete. Hozom labdát Ronaldo hozzá, és gól! Sikerül! Itt van Ronaldo, és azt mondja, hogy szű, ez volt a legeslegjobb gól, amit valaha láttam. Ronaldo azt mondja, hogy fölveszek a saját foci csapatába. Itt is vagyok, félmeztelen vagyok, amiért nem tértek, hogy miért, de itt vagyok, Messié kell lejátszunk. Gólt kell, hogy lőjek. Úgy eddig belőttem a labdát, lett pénzem. Nagyon érdekes dolgokat találtam itt a földön a focizásom után, szóval veszek magamnak egy gamer setupot 10 robaxért. Nem tudja ez most minket ki tud-e húzni a csávából, de legalább megvettem ezt a gaming setupot. Tök jó, nem történt semmi, hiszen még mindig éhesők, szóval be kell jönnöm a boltba. Jó napot kívánok, Feri bácsi. Az akkor nincsen a zsebembe sem pénz, van lopnom kéne. Ájjaj, veszek egy kis tejet. Nem, inkább egy lottó szelvényt veszek magamra. Ben kimegyek az ajtót. Bocsánat, Feri bácsi. Jaj, ne, megálltott. Ne, ne lebukok. Nekem esélyt az, hogy kifizessem, de nincsen nálam pénz. Bocsánat, Feri bácsi, majd később tör leszek. Hogy engedjem. Várjunk csak, mi volt ez? Mi volt ez? Várjatok már, milyen szájon ez, Feri bácsi? Ó, elkezd villogni az egész, hagyd fussak már, innen csak 10 dollárom volt szó. Itt van a képhegyőbe, Feri bácsi. Húzz, én nem tudok innen menni. És mi történt? Jaj, ne, ugye nem bántott engem, Feri bácsi. Itt van a fejem egy kukába. Nincs a szobában véletlen a gamer setup, hogy legalább hoppá, itt is van valami normális cuccot, tudja csinálni. Legalább Robloxozni tudok, hát köszönöm szépen, nagyon megérte. De várjunk, csak ott van egy dollár, most van 10 dollárom, akkor visszamegyek Feri bácsihoz, és meg tudom venni magamnak a lottól. Ú, de jó lenne, ha megnyerném. Szavasz, mi a helyzet? Gyorsan megveszem magamnak a lottót, meg elveszek egy kis pénzt is, szóval fizessük ki, most meg ki akarom fizetni. Reméltek, ez a kaparós fog itt nyerni. Igen, meg is veszem. Ez az, végre most nem bántott meg, úgy tűnik, azért elég komolyan veszi a lopást, kimegyek, és akkor pontsuk ki, vagy. De jó, nem működött. Hát akkor mit tudok venni? Van egy ajándék, amit tudok még venni, 20 dollár, egy nagyon menő ajándék, egy mystery box, ezt is ki akarom fizetni. Remélhetőleg valami nagyon kínálság, ezt most bent pontom ki, mi lesz benne? Ó, megérte megvenni ezt a dobozt, remélhetőleg oda tudom adni legalább a gyerekemnek. Na, ezt figyeljétek, a ajándékot adok saját gyerekemnek. Közben miattam van ez az egész helyzet. Ajándékot adtam, és most megbüntetem azzal, hogy azt mondom, hogy adok neki egy óriási pofon. Í, várjál, te berobbant, berobbant a SWAT. Ajaj, meghallották, hogy bántani akartam a gyereket. Ezért letartóztattak. És itt is vagyok a börtönben, de ez is aztán de jó good ending lett. Szajálja a bank, hogy rengeteg pénz van benne. Oké, hát akkor bejövök, azt kérek, költsön egy kis pénzt. Íj, a security a biztonságért. Óha, le tudok menni a terembe. Jaj, ez itt egy védett zóna, nem érdekel. Előtte beszélnem kell Marika nénivel. Jó, Marika néni, szeretnék egy kis pénzt. Dolgozni akarok a bankba. Hó, de király, akkor lesz végre melóm. Igen, szeretnék. Az az első feladatom az, hogy a bank meg akarja ezt a házat szerezni magának, de valamiért az a hajléktalan ember nem akarja elhagyni a tetőt, szóval azt tanácsolta nekem az emberke, aki bent dolgozik, hogy robbantsam fel. Hát nem is értem ezt a játékot. Hát kutattam itt a környéken mindent, és találtam a hűtőszekrényükbe egy TNT-t. Hát szerintem ez nekem segíteni fog a misszióhoz. Kedves barátom, van nálam egy TNT, és sikerült kirobbantani, szóval megkapom a munkát. Én vagyok az új menedzser, de jó, saját irodám is van. 100 000 dollárom lesz, hát ez a legmerőbb eddig. Megcsináltam, srácok, sikerült! Mit akar itt az erdőben ez a fura alak? Gyorsan megkérdezem, hogy én miben sántikál. Én Szevaszkovam Icebergnek hívnak. Ő a legnagyobb bűnöző a világon. Segítesz nekem kirabolni a bankot? Hú, kirabolom a bankot! Akkor a saját barátainak segít ebben a küldetésben, szóval azt mondja, hogy úgy lehetek a barátja, hogyha bejövök a saját házamba és rákattintok a tévémre. Hát jó, rákattintottam a tévémre, hát mondjuk rákattintok. Volt elég, hiszen visszamentem Icebergnek, és még semmit nem írt ki, úgy,
különbséget, szóval kattingatok amennyit. Ó, kirobbant a tévéből, és ő az Iceberg most már segítesz nekem. Szíri, hogyha gyűjtök neki 100 pénzt, akkor ad nekem egy tűt, amivel ki tudom ütni a biztonságért, szóval segít nekem a bankot kirabolni. Valahogy szervánom kéne srácok 100 pénzt, hogyha jól emlékszem, ugye itt van egy, ez 10, itt van még 2, és még a házunkban is van. 50 dollárra van szükségem, szóval nagyon durván össze kell szedni magamat. Oké, van most már 50, gyorsan benézek a házba. Oké, itt van, megvan a 60. dollár. De jól emlékszem, hogy a bankba is volt a pulton, szóval ha nincs elég, akkor oda is be kell, hogy menjek. Már a hűtőbe is volt egy, de az a 30-ra van, de még kell 30. Jól emlékeztem, itt van még 10 dollár, amit elteszünk zsebre, és itt van még 10, ugye az asszonyság mellett. Az utolsó 10-es, meg itt van a srácnál, akit ugye az előbb kifosztottunk, meg felrobbantottunk. Na szevasz, koma, visszahoztam a 100 dollárt. Meg is kaptam az injekciót. És az, hogy szükségem van a TNT-re, hiszen hát valahogy a szekrényt ki kéne robbantani, itt is van el, ezt lehet csak, hogy el kéne tenni, és nem így kéne besételni. Oké, akkor gyorsan bemegyek a bankba. És most a kezembe fogom, és rákattintok, sikerült, eljárult, de ójaj, az a probléma, srácok, arra keveri, Beri azt tudott az egész hely, szóval gyorsan parkurozzunk el, nincsen sok időm, úristen, milyen helyen keveri, hát hol tárolj, nagyon remélem, hogy rengeteg pénz lesz a bankban, hogyha ilyen durván tárolja, és még itt átkerül, és leteszem gyorsan a tényet, és tényleg kellett hozzá, leülök ide, és bent vagyunk, srácok, bent vagyunk a bankban, ott volt a Mona Lisa, ott volt rengeteg Robux, aranytól kezdve a forintig, minden, van 50 millió, és kijöttem most, haho, jaj ne, a rendőrség, a sniperesek, a SWAT, mindenki körbe ver, ez már nagyon nem jó, tedd föl gyorsan a kezedet. Miért? Azt kérdezem, hogy miért? Azért megkiraboltad a bankot. Azt mondom, hogy ez nem én voltam, a rabló még mindig bent van. Na jó, ezzel át tudom venni a rendőrséget, én megőrülök. Ó, bocsánat, akkor mehetsz, köszi az infóért. Srácok, elszabadultam, és sikerült, hogy nem fognak letartóztatni. Én nem vagyok normális, igaz, húzom magam után a pénzt a zsebemből, de el tudok jönni, és sikerült 50 millió dollár. Hát srácok, rengeteg endinget felfedeztünk ebben a játékban, még egy nem biztos, hogy lemerek ide menni, de ez az ajtó alapon nyitva, és valami elképesztően sötét van itt a pinyóba. Lejövök, és itt van egy lakat. Aha, értem. Hát, hogyha szeretnétek, hogy kipróbáljuk még ezt az endinget és a maradékokat, akkor mindenféleképpen nyújtok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a kövi videóban. Na még erre nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mi van a szomszédos házban, mi az van írva, az, hogy húzz el innen! Ó, na várj, csak teli van minden kóda, és itt van egy szív, amit valahogy meg kell fejteni. Na majd a következő videóban.